Ígyni. Ígyni. Én már nyomom is a gombot a folytatáshoz. Ergessük. Felül vizsgálat 45-38-5, ez biztos egyébként a patch verziót akarja jelenteni. Itt nálunk felülvizsgálatnak hívják, legalábbis ebben a játékban. Ismét azt vettem észre, hogy a Corsair villanytűzetem világítása kikapcsolt. Most ez vagy azért lehet, mert hogy megsült a 3080, nem, az nem sült meg, ahogy látom. Vagy azért, mert tényleg van, van valami integrációja a játéknak. Ilyen IQ-s Corsair-es integrációja. Ha esetleg ti próbáltátok ezt a játékot, és nektek is reagált az RGB-s fütyütök a játékra, mondjátok már meg, hogy mit csinál ez, mert én még nem néztem utána. Lehet, hogy a sugárzás mértékét mutatja. Lehet. Aki esetleg egyébként lemaradt volna az első kettő streamről ezzel a játékkal kapcsolatban, annyit kell róla tudnotok, hogy ez egy iszonyatosan realisztikus játék, mert hogy 3D-szkennelték Csernobil és a 30 kilométeres környezetét, és ott játszhatunk egy alternatív jövőben, úgymond 30 évvel a katasztrófa után. És hát a játékmenet, ha nem is küllemre, de nagyjából olyan, mint egy This War of Mine-nél. Mindig elkezdődik egy nap, és mindig vége is van. Már most oké, ez így van az életben is, de itt olyan jelentősége van, mint a This War of Mine-ban. Elkezdődik egy nap, meg kell etetned az embereket, figyelned kell, hogy mennyi kaját adsz nekik, hogyha keveset adsz nekik, akkor háborúkhatnak, ha sokat, akkor meg nyilván pozitív buffokat kapnak, hílelődnek, kipihenik magukat, és a többi, és a többi. Illetve el kell küldened, vagy elküldheted őket portyázni, ami nem feltétlenül mindig sikeres. És te magad is el tudsz menni kalandozni. Aminek a sikere csak rajtad múlik, hogy éppen mi az, amit viszel magaddal egy rára, úgymond. Mennyire vagy greedy. Ez nem egy shooter játék, noha tudsz benne lövöldözni. Tehát ez olyan, mint egy Tarkov. A Tarkovban sem az a lényeg, hogy mindenkit is megölj, mindenkinek is adjad a headshotot, nem egy kod, hanem arról szól, hogy él túl, mint a Tarkovban. A Tarkovban az a lényeg, hogy lootolj, csináld a küldetéseket, és kiszökj. Nem az, hogy mindenkinek is hatalmas headshotokat osszál. Úgyhogy, hát, mentalitásban hasonló, mint egy Tarkov, túl kell élni. És a lehető legtöbb mindent be kell gyűjteni. Vannak benne nukleáris szörnyek, igen. Szevasz, yes. Szevasz, pupák. Szia, maka, sziasztok. Jól hangzik, a This War of Mine-t is szerettem, de béna voltam benne. Hát igen, ezekben a játékokban szerintem nehéz jónak lenni. Mert nem csak annyiban nem, hogy amit most mondtam, hogy elküldöm az embereket, vagy elmegyek portyázni, és gondoskodok róluk, hanem még a bázis építés is van. És a bázis építés meg olyan, hogy ez a bázisom. Amúgy még mindig iszonyatosan gyönyörű a játék. Nem tudom. Augusztus úgy néz ki, vagy legalábbis július vége úgy néz ki, hogy a játékokat illetően ilyen szépséges játékokat adnak ki. Ott a The Ascent, a Death Door is, itt van most ez a Chernobyl is. Iszonyatosan gyönyörű. Itt már a rádiót leszámítva, meg azokat a dolgokat, amiket így nem tudok mozgatni. Például ezt a lámpát is én raktam ide. Mert itt állt Olivér, az emberünk, és úgy voltam vele, hogy hát világítsa meg. Világítsa meg Olivért ez a két reflektor, hogy boldog legyen.
Szóval itt van egy ilyen barkácsállomásunk, fejlesztőállomásunk, itt tudjuk a kis pisztolyunkat hegeszteni, ahogy látjátok, ott vannak a pisztoly darabjai. Itt van ez a, hát a fene se tudja, hogy hogy hívják pontosan. Igen, lézervágó gép. Azt hiszem ez az. Hát ez kellett ahhoz egyébként, srácok, hogy, hogy így tudjunk mindenféle masinát csinálni ide a bázisra. Csináltam ilyen tárolót is. Gondolom a dobozok száma jelzi azt, hogy mennyire van tele a, ez a kis tároló. A kanapét, a tévét, meg a másik tárolót, meg a lámpákat azt is szintén én raktam le. Ahogy itt az asztalt is a kis creepy babával, meg a székekkel. Aztán van még itt ilyenünk, hogy ilyen páncélkészítő barkácsállomás. Meg, meg vannak gombáink is, amiket így le lehet szüretelni. Meg ez ilyen, ja igen, itt tudunk tolvajkulcsokat csinálni. Amiből, ha minél több van, akkor rengeteg mindent ki tudunk nyitni egy adott pályán. Bár nem tudom, hogy mit fogunk tudni kinyitni akkor, hogyha már mindegyik pályát bejártam és kinyitottam rajta mindent. Akkor állokolódnak új területek, vagy ez hogy fog menni, azt még nem tudom. Azt viszont tudom, hogy a tolvajkulcs az nagyon kell ahhoz, hogy sok lootot össze tudjunk szedni. Sugárzó, jó reggelt! Neked is, Partipi. Aztán itt vannak ilyen légtisztító berendezések, generátorunk is van. És itt látszódnak egyébként a bázis statjai. Ott bal oldalt. Ha pirosba megyünk, akkor nem lesz komfortos a bázis, szomorúak lesznek az emberek, nem tudnak hol aludni, azzal is kell foglalkozni, hogy tudjanak aludni. Szeretlek kávjel kisebb, mint három jókorai kezdés, végre elkaphatok belőle egy órácskát, mosolygós fej. Na hát akkor lehet két órácskát is egyébként. Azt a rohadt. Beszarás. Nagyon szépen köszönöm, Frantopasz házassírt. Egyrészt ez is beszarás. Örülök, hogy itt vagy, Frantop. Most gondolj bele, egyébként másfél órája már elkezdhettem volna a streamet, csak hát még kimentem, rendbe tettem egy kicsit a kertet. Meg elintéztem az ilyen kötelező dolgokat, meg reggeliztem. És olyan kis lazába voltam, de már igazából mehetett volna a héttől is a stream. Olyan e-mailt kaptam, hogy beszarás, srácok. Csak ennyit akartam mondani. Uh-huh. Szia, milyen játék ez? Javaslom, hogy nézd meg egyébként, amit egészen eddig beszéltem a játékról. Mióta látható a játék képe, nagyjából összefoglaltam, hogy miről is szól ez a játék. Érdemes egy fél szemmel figyelnetek, hogyha így esetleg nem vágnátok, hogy miről van szó. Rage Shadow Legends? Nem. Az közelébe se jár ennek, Dév. Szia, Madari, mi volt a reggeli? Elmondom neked. Pirítós, vajjal, kamemberrel, paprikával, uborkával és sertés felvágottal. Nagyon változatos vagyok. Egyszer majd azt fogjátok hallani, hogy rohadtul elegem lett ebből az egészből így 7 hónap után. Игорь, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире НАР настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Копачи, село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию.
Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова, имена, доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложным. Если будешь действовать шустро и грамотно, может, даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важно. Как минимум, стоит поболтать с этим их предателем. Я рад, что мы друг друга поняли. Это в Капачах. Не заблудишься. Капачи. Volt olyan nevű osztálytársam. Kapocsi. Biztos a rossz. Üdv mindenkinek, srácok, szép jó reggelt. Szóval van egy áruló, akivel el kéne beszélgetni, és azt mondta Oliver, hogy ha okos és ügyes vagyok, meg gyors, akkor... Hát akkor... Akkor nem fogok harcba keveredni. Akkor nem lesz semmi konfliktus. Hát jó. Van még valami? Na mutasd a felszerelésed. Igen, hát amit nem láttok itt egyébként, srácok, az az, hogy... AK-t csináltam neki, hogy sikeresebb legyen a küldetése. Ah, igen, amúgy most látom, hogy van egy csomó minden, amit így el kéne raknom. Mennyi felszereléssel szaladgáljak. Úgyhogy mielőtt még küldire bemennék, itt egy kicsit rendet rakunk. Szóval adtam neki AK-t, adtam neki páncélt is, és akkor... Hát remélhetőleg, hogy nem fog lesérülni, mint legutóbb. A második küldetésén már gyakorlatilag lesérült, és kellett neki adni medkitet. Hát, igen. Persze van ágy, ami egyébként szolgál ilyen medkitként is. Ha abban alszik, akkor kigyógyul a gondjaiból, a bajaiból. Hát akkor még nem volt olyan ágyam, hogy ilyeneket tudjak csinálni. Szóval én adtam neki felszerelést, illetve én lerakok most itt egy csomó mindent. Lerakunk most itt egy csomó mindent. Igen, ezek a lőszerek, ezek az árlőszerek egyébként, ezek a feketék. Az meg a sörétes, lehet majd sörétesünk is. Arra egyébként a későbbiekben nagy szükség lesz, tehát... Oké, hogy én most itt el... ügyetlenkedek a kis pisztolyjal, de basszus, harmadik vagy negyedik napnál járunk, ennél többre szerintem az elején nincs szükség. Ez már egyébként egy modolt kis pisztoly. Alapvetően szeretném ellátni a csapatomat, hogy ne szenvedjen semmibe se hiányt, tudjunk fejlődni, haladni. És ahogy mondtam, nem arról szól a játék, hogy mindenkit fejbelőjünk. Természetesen nekem az a stílusom, hogy mindenkit is fejbelövünk, úgyhogy hát emiatt kerülhetek problémába. Társat keresek? Szia, Szeviper! Hát figyelj! Ha jól bírod itt a klímát, gyere nyugodtan. Aztán ne lepődj meg, hogyha majd eljössz innen, akkor lesz egy harmadik lábad. Vagy egy negyedik. Igen, ilyen elektronikus alkatrészt viszünk magunkkal, viszont a vegyi anyagokból ennyire nincs szükség. Meg is győztelek? Úgy kéne szétszedni, hogy az új dolog az 18. Annyit nem akar adni nekünk. Semmi gond. ...0,1 vegyi anyagot akarok elvenni. Tökéletes. Ebből pedig 1,8-at. Szépen szétszedjük. Hát szerintem kenyér se kell lenni. Azért szedegetem egyébként szét, mert nem tudom, mi van akkor, mondjuk
meghalok egy küldetés alatt, akkor bukok például mindent. Nem akarom ezt kideríteni, legyen ez meglepetés. Ha nem bírtok egyébként magatokkal, nyugodtan nézzetek utána, de nekem ne szólerezzétek el. Mert ma jól meg akarok lepődni, hogy úristen, hát legközelebb akkor biztos nem pufogtatok mindenkit fejbe, hogyha ez lesz, amit még nem tudok, hogy micsoda. Oké, és... ez miben másabb ez az alkohol? Három alkohol lát csak egyszerre? Nagyon úgy néz ki, hogy igen. Jó, akkor... ezt az alkoholt is félre rakjuk. És akkor ennyi cuccal megyünk be, srácok. Hát így is egy csomó mindent bukhatok természetesen. Van egy álcázott páncélom is egyébként. Aki egyébként parancsokkal szeretne kísérletezni a chaten, annak javaslom egyébként a leírást, ott van egy ilyen rész, hogy parancsok. Azt hiszem, ilyen kreatív nevet találtam ki ennek a blokknak, és akkor ott meg tudjátok nézni, hogy mégis miket lehet beírni a chatre. No, что дальше? Hát, milyen parancsokat. Jó, neki elmondtuk, hogy minden frankó, felveszük a távcsőt, és ez a távcső felvétel az, ami a mission választás. Mizuj Sedu. Te is már jó pár órája fent lehetsz mi. Lehet azt is választani, hogy maradunk a bázison, hát ez nem opció. Én megyek a Kopacsihoz. Oliver azt állítja, hogy a nar valami szökevény után kutat Kopacsiban. Ha én jutok először hozzá, esetleg szerezhetnék néhány hasznos információt. Nos, szerintem ez az a játék, ahol... hát ha... csinálom ezt, bemegyek, akkor nem hiszem, hogy bárhova is sietnem kéne. Nyugodtan lootolhatok. Aztán, hogyha nem így van, akkor majd jól megszívom, de alapvetően úgy gondolom, hogy nem kell sehova se sietnem. Tehát nyugodtan körbenézhetek mindent. Aztán, hogyha vége ennek a missionnek, akkor elmondhatjátok, hogy Dei, sietned kellett volna, és nagyon ostoba vagy. El szoktam küldeni a társaimat, ott jelzi egyébként bal oldalt, hogy mennyi esély van bizonyos küldire. A Duga radarnál most semmi nem történik. Lőszercsomag van. Hát kaja kéne amúgy. A gyógyszercsomag? Nem. Utánpótlás csomag? 73%. Hát... ez az utánpótlás csomag szerintem jó lehet. Helyszínhez rendel, Igor. Ja nem, Oliver. Igor, az én vagyok. Én már 4-kor keltem, edzés, aztán hónapot zárok és figyelek bőszen. Ó, na. Hajrá, hajrá. 4-kor, Jézusom Szedu, nem is tudom mikor keltem utoljára olyan korán. Legkorábban is 5-kor keltem, mármint így hosszabb ideig. Amikor jártam még a Margit szigetre futni apummal. Én lefutottam egy kört, ő meg kettőt. Aztán mentünk haza a Willivel, amikor még a Moszkva téren laktunk. Na. A sárga a HP-nk, úgyhogy azzal majd kell valamit kezdeni. Говорят, враг моего врага – мой друг. Но можно ли доверять предателю, Игорь? Доверие – очень хрупкая вещь. Тяжело построить и легко разрушить. Но ты ведь по-прежнему доверяешь мне. Правда, любимый? Ha nem esett volna, még motoroztam is volna egyet, de most kimaradt. Fennelszed nálunk, ahogy látom egyébként, nagyon szép idő van, legalábbis én nem nagyon láttam volna, hogy erre esett volna bármi is. Most kivételesen felhúzott redőnynél aludtunk, és
Hát jó volt, mert amikor megébredtem, mindig tudtam, hogy milyen, mert hogy mennyi az idő, és hogy még nyugodtan aludhatok tovább. Egyik legjobb hajra majd egy 3-kor megy el futni, mert akkor tisztább a levegő. Na, hol laktál, Szevipár? Amúgy az biztos, tehát hogy valószínűleg nem mond hülyeséget a haverod azzal kapcsolatban, hogy hajnali 3-kor tiszta a levegő. Itt már jártunk. Itt már jártunk. Itt volt az előző küldetés is. Ott mentünk le a pincébe. Ott állítottunk csapdát. Amiről azt mondta Oliver, hogy nem szabadna, mert hogy mi lesz, hogyha egy civil belemegy a csapdába. Én meg azt mondtam neki, hogy szarom le, csapda. Felállítás. Nálatok már 2:30 el van. Jesus, hát azt így... Egyre a kettőre azt a váltást például én azt így fixen nem bírnám. Upák, ha most hirtelen 3-ra kéne járni, melózni. Hogy is kell csinálni? Jó, igen. És tudunk lapozgatni is, jól van. Leszedjük, levakarjuk a gembát a fa oldaláról. Ó, 2,2 gemba. Ez az. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Ha ide jövök, nekem megmondja a telefonom, hogy ez amúgy micsoda. Mert ha jól emlékszem, a Google fordítóban van olyan funkció, hogy kép alapján meg tudja mondani, hogy az úgy micsoda. Bár biztos annak közületek ilyen orosz szakik. Na mit mond a telefon? Exkavátorok. Tehát azt jelenti konaja, hogy exkavátor. Ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Nem nagyon szoktam használni ezt a funkciót. Nem mondom, most megnézem. Szóval ez azt jelenti, hogy exkavátorok. Aha, arra még vannak ilyen növények. Ja, arra még úgy is fogunk menni. Mi hamarabb ki kéne tanulnunk azt, hogy... Persze, ha megtalálom azt a társat, aki tud nekem abba segíteni, hogy az enemit is tudjam lokált állni ezzel a készülék. Ah, fene! Tényleg itt ilyen anti-Csernobilit égős rész van, úgyhogy hát itt nem fogunk tovább jutni. Nagyon változó, csak ma van 2:30-tól. Ja, értem, pupák. Nem tudom, mi van ezzel a mikrofonnal. Napról napra egyre lejjebb konyul. Lehet nem húztam meg elég jól. Hát de na, tényleg ez van. Lehet amúgy lámpát kapcsolni. De ha nem kapcsolunk lámpát, sokkal félelmetesebb ez az egész. Ó, gemba. Gemba. Jó kis fosatós játék egyébként, srácok. Én nem szeretem az ilyeneket. De a Csernobil az így érdekel. Csernobili téma miatt vagyok hajlandó ezzel a játékkal játszani. Remélem most fogunk befosni. Olyan, mint hogyha itt valaki lépkedne. Srácok, itt rohadtul van valaki. Ti saját akkor, hogy lépked?
Vagy csak a karakterem szíve dobog ennyire. Valagemba. Itt valaki meg is látott minket. Mi a szar? Jézusom! Nyugi, nyugi haver! Ne! Van még? A sorozat ihlette meg a fejlesztők? Hát én úgy tudom, már jóval korábban elindultak a fejlesztések. Én azt hittem, még távolabb vagyunk attól, srácok, hogy itt ilyen betámadások legyenek. Hú, bakker. Valagemba. Igen, odaestünk le, itt már jártunk, tehát hogy ez a terület, ez már ismerős, nem vagyunk nagyon vakon. Az ajtók egyébként automatikusan csukódnak be, hogyha már itt nagyon eltávolodtam tőlük, tehát hogy még jobban meg tudjunk ijedni, csak azért. Vannak ilyen területi zajok is. Ezek is azért, hogy... Hát na. Jobban megijedjünk. Nem jó. Mit keresett ez itt hátul? Armorának annyi. Szuka, szuka! Na hát ezt jól megcsináltam. Ott is van, srácok, ott is van. Hát a pszichénknek is egy kicsit lőttek. Az a jó, hogy itt egyetlen egy lövéssel már is öt katona akarta a testemet. Rögtön öt katona. Amúgy azt hiszem kell ilyen gyógyszer is. A gyógyszerrel tudjuk leszedni azt, hogy még tovább tudjam hílelni magam. Oké, és az alkohol? Az alkohol a hetes. Az alkohollal meg a pszichénk ment föl. Hát ez nagyon jó. A gyógyszer az ahhoz kell, hogy ugye levegyük a max HP blokkolást, és utána fel tudjuk hírelni magunkat. Oké, nyomogatom az F5-öt közben. Serényen. AK! Wow! Egy modolt AK-t. Húzagolt cső van ezen az AK-n. Na menj már!
Na, menj már. Hát, akkor lehet azt mondani, hogy megérte? Nem tudom ezt valahogy berakni? Felszerel gyors menü. És tudom tenni a, mit tudom én, kettesre kéne, a kettes, aha, az a portál eszköz, tesszük a hármasra. Jó. Bár inkább a négyesre kéne. Ezt betesszük a négyesre. Az meg, vagy inkább a hármasra? Hármasra. Jó, ki fogom találni, srácok. Köszi, srácok. Oké, hát ezzel tudunk lövöldözni. Ezzel majd tudunk lövöldözni. Puska, lőszer, revolver, na hát még a revolvert is be tudjuk tölteni. A kis díszes revolveremet. Köszi, srácok. Ez nagyon komoly, hogy találtunk fegyvert. Ezeknek a hangoknak továbbra se örülök egyébként. Ott van növény, úgyhogy azért elmegyünk. Nagyon hangulatos. Hát itt vannak ilyen táblák, srácok, de ezekkel nem kell foglalkozni. Ezek azt jelzik, hogy orosz mosolygós smiley, ez azt jelzi. Igazából, hogy itt boldogok az emberek. Ez ennyi. Igazából. Hát ilyen furán. Az oroszok mindent máshogy jeleznek. Ott keleten még a smiley is más. Vagy rosszul gondolom? Gamba! Na, még egy szken, hadd menjen már. Jövök. Fej belőhetlek, vagy mire gondolsz? Te következzel! Aha. Meg azt hittem, lehet rajtad segíteni. Ó, ott van arra a zöldség. Zöldség? Erre valahol nagyon radioaktív volt a terület. Nyomunk mindjárt még egy keresést. Смотрите оба, этот урод должен быть где-то поблизости. Да уж, смотрю. Не хочу опять получить нагоняй от Козлова. Знаю. Чёртовы самосёлы. Все они воры, бродяги и чокнутые. Почему чокнутые? А какой нормальный человек захочет жить в этой радиоактивной пустоши? Мы их вежливо попросили свалить, а они сопротивляются. Ты прав. Я бы сам сюда не совался, но платят тут получше, чем в армии. Похоже, они ищут этого таинственного парня. Ой, ты чё, муаванна? Sörétes puska! Ha, valakinek gyanús voltam. Oly is ide kellett jönni? Hát akkor elmegyünk még másik irányba.
Hogy kéne itt bejutni? Hát szerintem ez itt a pálya széle. Na. Tüske, a KGB operátor Bece neve, valószínűleg sose fogom megtudni, hogy ki lehetett valójában. Iván Markelov vezér őrnagy, a KGB második főigazgatóságának vezetője, tisztelt Markelov elvtárs. Önhöz fordulok Szilánk Fedő nevű aktív ügynökünk nevében. Ő jó kommunista és egy fantasztikus megfigyelőtiszt, akit nemrég alkalmatlannak minősítettek a szolgálatra, mivel megbukott a pszichológiai kiértékelésen. Ez a játék beteg, első nap már 17 órát beletoltam, azóta sem merek leülni velé. Hát igen, ez egy elég komoly játszik. Főleg így, hogy mint a This War of Mine esetén nem 2D-ben játszott, hanem 3D-ben, ez így sokkal brutálabb. Szevasz, Fleti, szervusz, Simi. Üdv mindenkinek. Markelov váltás. Én személyesen választottam ki Szilánk ügynököt a leningrádi politechnikumba folytatott tanulmányai során, és én kezeskedem mind a fedhetetlenségért, mind a hasznosságáért a részlegünk jelenlegi műveleti szempontjából, bármennyire is nagyra értékelem a pszichiáterünk, Bruhanov doktor munkáját és hozzájárulását, úgy érzem, ki kell hangsúlyoznom az aktuális feladataink sürgősségét, amelyek véleményem szerint másodlagosnak tekintik az e-féle megfontolásokat. Ezen okból kifolyólag arra szeretném kérni, támogassa a kérésemet, hogy Szilánk ügynököt visszahelyezzük az aktív szolgálatba, és folytathassa munkáját Pripyatban. Néhány kisebb személyes nehézség ellenére Szilánk ügynök továbbra is az egyik legjobb tereptisztünk, és szükségem van rá a helyszínen, hogy gondoskodjunk az új Duga projekt védelméről. Tisztelettel, Kuznyecov őrnagy elvtárs. Utóirat. Apám Volodya az üdvözletét küldi. Azt kérdezi öntől, csatlakozik-e hozzánk a közelgő veterán találkozón? Ja, hogy csatlakozik. Azt kérdezi, ja, igen, tehát ez egy kérdés. Oké. Okay. Oké. Okay. Szilánk ügynök. Én lennék Szilánk ügynök. Szilánk ügynök egyébként biztos vala. Azt a rohadt! Hát ez micsoda? Termálos shotgun! You have returned. Támadótus, hőoptika, automata ravaszrendszer. Reti, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen 43 hónap töretlen támogatásodat. Mizus, Feti? Feti? Reti. Mi a helyzet, Reti? Hocsmint. Mi ott pergetsz mostanában? Jézusom, úgy sáncok peregjenek a szvegek. Retinek. Na, szabizol? No, csak nyaralás lesz, vagy... Vagy hogy csak csillezel otthon? Vagy mi a terv? Ez termálós optika. Nagyon brutál. Szabadság milyen játék? Hát állítólag a felnőttek legjobb játéka, Fleti. Én úgy hallottam. Igen, bannoltak a baját. Na, szíhesed arra. Hát mit csináltál? Mit csináltál, hogy bannoltak? Csak nem izé, illegális smurfölések. Én
Én sajnos csak a túlóra nevű játékot talom, de abban magas szinti vagyok. Akkor már biztos vannak legendás lootjaid, meg achievementek, meg ilyenek. Jó ez a játék? Szerintem nagyon király, megvan a hangulata. Főleg akkor, hogyha ez a Csernobili világ, ez így bejön neked. You have returned. Ez a Csernobili atmoszféra. Ilyen kicsit nyomasztó, survival, horroros játék. Szerintem nagyon zsír. Gee, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 49 hónapodat. Itt újra étkeztünk, G. Mi újság? Hogy mint vagyunk mostanában. Köszi szépen a 49 hónap töretlen támogatásodat. Regenek srácok, G-nek is a szövegek, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Tényleg a boostolás az az, amikor más megy be helyettem dolgozni? Hát igen, vagy bent vagy, de más végzi helyetted a munkát. Ó. Oh. Remélem akkor mi hamarabb kész lesz Shadow-ra van, aztán tudsz te is jobban pihízni. Lemerült a világítás. Ja, hát igen, más chat. Tehát, hogy a chatre nyomtam a V betűt. Remélem, hogy ti láttok is valamit. Valami fosatos rész jöhetne. Revolver lőszer, revolver. You have returned. Aha, és egy fegyverkovács terepműhely. Ó, Gabcsi! Szevasz, mi újság, Gabcsi? Oda néz, Gabcsi konkrétan beindította a hipervonatot. Nagyon szépen köszönöm, Gabcsi, a támogatásodat. Köszi szépen a 45 hónapot. Srácok, ahogy G-nek és előtte Retinek, úgy Gabcsinak is pergessétek a szvegeket ezerrel. Szia, Duma Manu, szevasztok, srácok. Shadow van egy szoftver, sosincs kész, csak felfüggeszték a fejlesztését pénz érdeklődés hiánya miatt. Az helyzet, hogy ebbe van valami. Nézd meg, Dave rögtön leüregezte Gabcsit. Na, kettő revolvert is tudunk timpelni. Ez, amit most szereztünk, ez pedig az újabb. És úgy tudjuk pimpelni, hogy már most tudjuk pimpelni. Miért akarnám pimpelni most a fegyveremet? Majd otthon pimpelek rajta. Biztos vannak amúgy olyan menő arcok, akik menet közben pimpelik a fegyvert, én nem az vagyok. Talán amúgy egy ilyen sniper izét ráraknék. Hatótáv stabilitás. Hosszú és tompított cső lehetővé teszi, hogy messzebbre és csendesebben tüzelj. Ez amúgy tetszik. Iszonyatosan sok vegyi anyagot elhasznál, meg gombát. Viszont cserében nagyon jól fog kinézni a puska. Na, szóval akkor én az iszonyatosan menő arc vagyok. Gabcsi. Akkor még élvezd ki. Akkor még ez gyorsan ki kell élvezned, Gabcsi. Mi ott pergeszte Gabcsi mostába? Oda néz! A lovacska, az illusztris bajnok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 35 hónap töretlen támogatást. Néked is. Köszi szépen a tier 2-es feliratkozást még hozzá. Köszi szépen, lovacska. Bú. Az a bizonyos hó... Tényleg amúgy. Hó eleje van. Visszarúgás kevésbé lesz érezhető. Hát akkor nekünk egy ilyen kéne. Szegény gombákokat nagyon... Ez egy fullosan felpimpelt pisztoly.
de jól néz ki a markolat. Mondtam már egyébként, hogy ebben a játékban azért lettem szerelmes, mert nagyon jó a modolás. Igen. Vagy látványos. Red dot. Lehetne rárakni red dotot. Mesterlövész optikát, és hát olyat nem rakunk rá. Ezt a zárt red dotot azért rárakjuk. Na most már igazából fullos, tehát megcsináljuk fullosra ezt a fegyvert. Edzett ravasz, csökkentve a korai lövés kockázatát és megkönnyíti a célzást. Sorozat tűz az nem érdekel, akkor ezt csináljuk. Jól néz ki a markolat, csak ingyen nem látszik majd. De itt mennyire jól néz már ki. Szóval lett most edze... Ne! Ja, lehet cserélgetni. De honnan tudja a játék, hogy lehet cserélgetni? Ja, oda van írva, hogy birtokolt. Hú, mennyire időrabló ez a játék? Az rajtad áll. Az rajtad áll. Ha céltudatos vagy, és csak a főküldire összpontosítasz, akkor szerintem gyorsan végig lehet rajta szaladni. De egyébként nagy valószínűséggel kell hozzá csapat, hogy be tud fejezni. Úgyhogy, hát el lehet vele lenni rendesen. Egy fél, egy óra nálam általában elmegy egy küldire, egy küldi egy nap. Nem tudom, hány nap alatt lehet végigjátszani. Pupák, köszi szépen a 100-as kutyusos csírt, köszi szépen. Szia Vertigia, mi újság van veled mostanában? Na, hatótáv, stabilitás, nagyhenger, illetve övtár. Na jó, jöjjön az a nagyhenger. Tehát a nagyhenger abban másabb, hogy 9 töltény fér bele, és ezzel megnő a hatótáv, meg a stabilitás. A tárméretet megértem, de a hatótáv, meg a stabilitás... Jó. Ez meg a sebzés növeli, az övtár. Hatótáv. Srácok, kész. Teljesen felpimpeltük a kis puskánkat. Oda nézzetek, hogy néz ki. Ú, az a red dot, milyen jól áll neki. Milyen hosszú. Azt nézzétek. Hosszú, vékony kis izénk van. Az egy hangtompító ott a végén. A hatótáv stabilitás a kisebb lőszer miatt? Lehet, lehet. Szia Grizzly, minden csepp sztorit érdemes kipréselni a játékból, nekem 22 óra van benne és nem végeztem teljesen. Ó! Oh. Köszi az infót. Szia Sensei! Bejön a revolverem? Azt mondod? Metróban is a reddotos kispisztoly a legmenőbb? Azt is majd kéne mondani. Nézzük, itt emlegeti a jobbnál jobb játékokat a lovacska. Időgépet mikor akarsz nekem donételni, lovacska? Még volt, itt már voltunk lent? Ez mi ez a hely? Mi ez a hely? Egy csapda, egy jó csapda. Itt most nincs semmi, de valószínűleg itt lesz majd valami küldetés. Neked is kéne egy időgép, G. Neked nem időgép kéne, valami kapszula, ami megoldja, hogy ne kelljen aludni. Amúgy? Az se lenne hülyeség. Én nem szeretek aludni. Oké, és akkor oda már nem is kell mennünk. Ezt a részt ezt szépen átnéztük.
Ó, köszönöm szépen mindenkinek a hype vonatba való részvételt, köszi szépen az első szint teljesítését a 4 ajándék előfizetéssel, ami hát annyira nem volt ajándék, de ha a rendszer azt mondja, én elhiszem neki, és a 100 bitet. Köszi, köszi. Mennyi küldetést mond még itt nekünk a játék? Oda érdemes lenne elmenni, meg itt jobbra tőlünk van valami, amit még nem néztem meg. Mi a manó? Hogy álltok, srácok, ezekkel a... iPhone-atos imótokkal? Hú, ez valami 1000 éves játékkal játszhat a katona. Hát valami gázmaszkos szűrőt kaptunk. Mi volt ez itt? Nem tudom, mint valami 1000 éves játék. Úgy hangzott. Igen, az a kis irommány, itt a küldetés, és akkor kéne menni balra. Balra kerülni. Revolver lőszer. Hát srácok, én mondtam, hogy ez a tolvaj kulcs, ez hatalmas ötlet. Szkennelj már! A Duke Nukem 3D volt? Ez, aki ezt így közületek helyesen mondta. Fiatal korába. A Duke Nukemet. Ajaj, itt nagyon sugárzó. Jaj, nagyon sugárzó. Te helyesen mondtad, Fleti? Jaj. Mi a szar? Menj már innen! Hol vagyok? Van amúgy gázmaszkom. Szóval ez a terület... Ó, tényleg, hát ott... ott... Izét, olvaj kulcsozni kell. És ezt komolyan vegyük fel? Azt akkor most jobb lesz? Hát ez sugárzástól nem véd meg, nem? Tehát, hogy így... Ez nem véd meg. Miért véd, de nem... Tehát, hogy... Ez most mire volt jó arra, hogy el azt... Nem használtam el semmit. Oda nem tudok lemenni. De nem tudunk lemenni. Kéne kerülni. Ez a helyzet. Termálunk, mond valamit? Meg kell nézni amúgy az elemi, hogy látszódik ezzel a termállal. Ott van egy kis gaz. Erre úgy néz ki, hogy jók vagyunk. Nyomok egy F5-öt. Oké, itt szépen el tudunk mosolni, és itt már elvileg balra lesznek tőlünk.
Ki ez a mesterlövés, srác? Hát ez a sniper puska milyen durva. Ott voltak hárman azt. Azt hogy kapták? Az ott három hulla? Az ott három hulla. Ez. Srácok, ez. Jaj, nem néztük meg a termát. Ó, na menj már! Fú. Menj már! Az amúgy megvan, hogy egy fullos shotgunt nyitottunk a lezárt ajtó mögött. Menj már. Milyen brutál jó. Hát Sektor nekem eddig megérte az árát, abszolút. Nekem abszolút megérte az árát. Nem nagyon szeretem az ilyen nyomasztó jumpscare-es dolgokat, de... A Csernobilos atmoszféra miatt nagyon-nagyon kíváncsi voltam, és hát ugye a kíváncsiság az nagy úr. Hát alapvetően... Hogy... Húzzunk innen a fenébe, igaz? Ti is azt mondjátok. Oké, nyomunk egy mentést, azt húzunk innen a fenébe. Ты есть предатель, которого все так активно ищут. Что? С чего ты взял? Я не предатель! Я даже в НАР никогда не работал! Не буду врать. Звучит не слишком убедительно. Эти уроды реально хотят тебя найти. По радиосвязи только о тебе и говорят. Хотя лафетен стори-антик, да, я тулилюш маликаркал он. Это звучит. Но эти придурки, они не врубаются. Константин. Хотели меня обобрать, ну и... И что? Ну, сначала они, потом я, и пошло-поехало, ну, сам знаешь, как оно бывает. Короче, я у них позаимствовал пару ништячков, чтобы восстановить справедливость. Само собой, им не хотелось, чтобы начальство узнало об их торговле налево. Вот они и подняли вой про предателя. Любопытно. Ага. Ну и близко не так любопытно, как ты, мой друг. Ты в зоне недавно, так? Остановился у Михаила на складе. Интересно, что ты задумал? Köszi a követéseket, srácok. Мне нужно идти. Они, наверное, за меня Константин тудя, hogy hol lakunk. Кто это они? Прости, не могу сказать. А теперь в сторону. Я ухожу. А вот и нет. Мы без понятия, что это за парень, Игорь. Мы его отпустим, а он помчится прямо к НАР и обменяет наши жизни на их прощение или еще на что-то. Даже не думай вот так его отпускать. По крайней мере, хорошенько покопайся в его вещах. Прости, но я в твою историю Откутатюк. Не верю. Почему ты просто не скажешь мне, кто ты? Я, Дянуш, сенсей, сарынком ищ. Дай-ка мне взглянуть на твои вещи, раз уж мы здесь. Кто я? Это не твое собачье дело. Не мутац мэй некунг шэммит. Я ни хрена тебе не буду показывать. Látod ezt a puskát itt a kezemben? Ситуация сложилась непростая. Может, ты просто воришка, а может, ты шпион. Я не могу так просто тебя отпустить. Да.
Похоже, мы зашли в тупик. Ну давай, что ты тянешь? Решай уже, урод! Bár valószínűleg, hogyha ő tudott rólam, akkor valószínűleg más is tudott rólam. Hát nem valószínű, hogy ezzel előrébb vagyunk most. Ugye? Igen. Oda még lehetne menni, de inkább most hazamegyünk. Egy darab kenyér volt nálam. Nála. Ha nagyon akarta volna, hogyha annyira fontos neki az élete, meg a céljai, akkor elmondja, hogy mi újság. Nagyon jó, hát Habzsi Dőzsi van. Habzsi Dőzsi. Hát oda nézzetek, Oliver 4 darab kenyeret hozott nekünk. Én is sikerrel jártam. Hát az ételosztás. Mennyi kajánk van? 13,6. A pszichiai növekedés az most nem érdekel minket, úgyhogy mindenki átlagos kaját fog kapni. A társad elégedett lesz a küldetés sikerével, de egy kicsit megviselte az életereje. Jó. Átlagos. Jó. Átlagos. Psziché csökken. Jó. Ez így szerintem okés. Mikor jelent meg az a játék? Egy hete. Valahogy úgy. Lassan 2, szerintem. Na, kiosztottuk a kaját. Hát, majd ki fog derülni, srácok, hogy minden döntésünk következményeket szül. Majd kiderül, hogy ezzel mire mentem. Hát ezt az AK-t, ezt betesszük. Ezt betesszük. Azt a shotgunt azt viszont hozom magammal, mert ez elég brutális. Elég brutális ez a shot is, kacok. 6 vagy 7 befejezése van. Pont egy hete? Ó, köszi az infót. Ezt a shotit azt hozzuk magunkkal. Sörétes lőszer. AK lőszer. Nem mutatta meg az időt a telefonján. Jó, nem tudjuk tovább szekkelni a sörétes lőszert, az AK-t sem. Hát nyersanyagokból nagyon rosszul jöttünk ki, de... fejlesztettük a fegyverünket. Ezek a kis pütyögések a háttérben, ezek azt jelzik, hogy így a kockákon húzogatom az egeret. Azt halljátok ennyire. Úskalőszerből szerintem viszünk egy 10-est. Azért viszek magammal egy csomó cuccot, mert hát tudok kereskedni. Ez az oka. És még akarunk craftolni is, legalábbis kéne. Gyógyszert kéne nyomni, feltölteni a HP-mat, meg kéne javítani ezt a páncélt, mert hogy jelenleg a páncél nem véd semmit, ugye tönkrement, mert meglövöldöztek. Nem tudom azt például, hogy kell megjavítani. Valószínűleg a páncél megjavítását, azt ilyen lemezekkel kell. Automatikusan használod, amikor taktikai páncélt vagy nehéz páncélt viselsz. Akkor lehet, hogy az álcázott páncél az már tönkre is ment. Lehet egyébként. Fém lemez szükséges a használatához. Ezt hogy kell egyébként, srácok? Hogy kell ezt használni?
Hát, hogy most fölvettem ezt az álcázott páncélt, de hogy így nem csinál semmit. Vagy majd ilyen portyázás közben applikálja magára a páncélt, vagy kellene hozzá valami? Valami állomás? Rúti, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, immár a negyedik hónapja, mint feliratkozott vadász. Üdv újra itt köztünk, srácok! Eregjenek azok a bizonyos szvegek Rutinak is. Eregjenek. Vagy nem tudjátok erre a választ, mi? Akarok még egy ilyen ládikót. Van nálad fémlemez, akkor bepakolja, jól emlékszem. Akkor ez nem fémlemez, hanem kerámia lemez, az a gond. Bár a kerámia lemez az ugyanaz, nem? Lesz van egy páncél kovács állomást, vagy találatsz fém. De van nálam fémlemez. Fém kell? Kerámia lemez. Aha, tehát akkor... Ja, látom, igen. Tehát, hogy fémlemez kell ehhez, és kerámia lemez meg a taktikaihoz, meg a nehézhez. Oké, és tehát, hogy ez egy másfajta páncélzat. Ja. Igen. Hát igen, ezt most itt nem tudjuk megjavítani. De tudunk esetleg újat craftolni? Most már nem. Akkor találnunk kell fémlemezt. Sörétes puska lőszer. Azt eltesszük. Nagyon jó. Tudunk valamit gyártani? Nem valószínű. Ja, benéztem a sáncot. Egy minutka. Te o чем-то хотел поговорить? О ком-то. Ты знал, что у Антона есть дочь? Даша. Боже. Он много о ней не рассказывал, хоть мы и дружили. Я иногда задавался вопросом, почему он не тратит деньги на выпивку и женщин, как остальные. Он откладывал деньги, чтобы обеспечить ей будущее. Антон пенсракот фейра ланя уктатэшэра. Хотел, чтобы ее жизнь сложилась как нам. Пиат. Для себя я решил, что позабочусь о ней, когда мы здесь закончим. Но никогда не знаешь, как все сложится, верно? Поэтому я хочу попросить тебя о серьезном одолжении. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты решил Оливерал, keressük meg, пожалуйста, a Anton lányát, és adjuk oda a fizetését. Когда мы совсем разберемся, ты сам все это сделаешь. Нет, мне нужно, чтобы ты пообещал. Антон это заслужил. Я обещаю. Окейш. Слушай, может поучишь меня своим... Тудэнк мэр эгэпкэн пар хюккэт уйдмонт тануэн. Ну я сра... És én a lopakodásra spóroltam. Отлично. Тогда начнём. Иди за мной. Bár igazából már mindent megtanulhatnék, amit itt most ajánl. Я покажу тебе пару приёмов, которым научился во второй объединенной оперативной группе. На задании лучше действовать скрытно, а не палить во все стороны, убивая направо и налево. Igen, этому я и научу тебя сегодня. Начнем со сну. Попробуй прокрасться мимо меня, используя доступные укрытия. Не высовывайся, не шуми. И пересекая открытые пространства, как можно быстрее. Будь как призрак. Szevasz, Vili. Üdvözlök, srácok. Пошел.
Ó, ez az első pályánk. Ja, és van kábításunk. Коп, коп. Отлично, Игорь. У тебя талант. Ős tehetség vagyok szerintem. Na, és itt most már a képességeknél ott a lopakodás is. Halkabb mozgás, futás és ugrás. Na, hát amúgy így viszont már tetszik ez a képesség, hogy most így elolvastam, hogy mit tud. Tehát a halkabb mozgás, futás és ugrás az amúgy jól jön. Van itt tökéletes lopakodás is, tökéletes pontosság. A revolver 50%-kal nagyobb sebzést okoz az el... Na, az amúgy kéne. Mi a másik? Pontosság? Tökéletes pontosság? Что случилось, Игорь? Слушай. Ну я... Pontosság. Ha. Tökéletes lopakodás. Három képzettség pont. Na hát azt úgy kivárjuk. Давай в другой раз. Как скажешь, босс. Vagy... Nézzük csak. Nagyobb sebzés revolverrel. Hát végül is... Miért is ne? Nyomjuk. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Szia, Parsifal. Üdvít mindenkinek, srácok. Köszi szépen a követéseiteket közben. Так, соберись, Игорь. Стреляй только по Csak az én parancsomra tüzelj. Megértetted? 5 golyó, 5 célpont. Stoj rovno. Állj egyenesen, ne feszíts be a térdeid, és összpontosíts az első célzókara. Minden golyó számít. Agony! Hát ez nem az én puskám. Стой прямо. Ноги на ширине плеч. Слегка согни колени для устойчивости. Смотри на цель через мушку. Разве от бедра стрелять не быстрее? Ну, если ты последние 20 лет служил шерифом на Диком Западе, то да. Но даже я так не стреляю. А у меня опыта намного больше, чем у тебя. Так что слушай меня и целься. Не спеши, сосредоточься. Лучше выстрелить Jobb később tüzelni és találni, mint elpazarolni a történeket. Zsarát, ha-hó. Azt hittem most is lett volna valami bölcsesség. Так, насчет стрельбы. Идеально. Надо же, профессор. Профессорнак hív minket. Мы с тебя еще вырастим партизана. Partizan, azaz gerilla harcos. Partizan. Srácok. A pontosságot is megtanultuk. Van tökéletes pontosság és tökéletes lopakodás még Olivértől. Easy. Nézzük csak ezek mennyibe kerülnek. Mindkettő 3-3 képzettségpontban. Igazából mindkettő hasznos, úgyhogy ha lesz XP, tehát ha lesz annyi XP-nk, akkor beleszjük ezeket a képességeket. Még lehet 4 társam így a jövőbe, vagy amúgy a döntéseim miatt lehet, hogy csak 3, vagy lehet, hogy csak 2, ki tudja. Meg kéne néznünk tényleg, hogy mi az, amit még tudnék itt építeni. Hát ugye jó lenne kórházi ágyat csinálni. Meg kéne nézni, hogy a sima ágy lebontása az mibe kerül nekünk. A kórházi ágy az tényleg arra jó. Aha, kapunk vissza mechanikus alkatrészt. Azt lebontjuk. A sima ágyat azt nem. És azért akarunk kórházi ágyat. Mert a kórházi ágy... Ott a kis zöld résznél írja, hogy az egyik sérült társad visszanyer egy kevés életerőt. Hát
így nem kell Madkitet mondhatni, pazarolni a társakra. Kényelembe egyébként nem ad többet. Úgyhogy most már van ilyenünk is. Hát kéne ilyen gyógyszert kraftolni, sugárzás gátló gyógyszert kraftolni, de majd, hát azt majd a pályán lekraftoljuk. Nem tudom egyébként, hogy most fogunk-e bármi küldit kapni így a végén. Én úgy gondolom, hogy amit akartam, azt úgy mindent megcsináltam. Szerintem begyűjtöttük a növényeket is. Igen, a gombákat is. Úgyhogy mehetünk aludni. Oliver barnítja magát a lámpán. Igen, azt mondta Oliver, hogy szeretne kényelembe lenni. Úgyhogy én meg mondtam neki, hogy figyelj, akkor kapsz lámpákat, kettőt is, és akkor abszolút kényelmes lesz itt a bázison az élet. Na nézzük. Ötödik nap, a menedék reggel. Innen fogjuk a srácok legközel folytatni. Hát nem mondtam hülyeséget azzal, hogy nekem egy küldetés nagyjából egy óra. Ha belekezdenék még egy portjába, akkor hát azzal elég szépen elmenne az idő, és hát itt a CG event. Úgyhogy a CG eventet azt meg kell néznünk. Úgyhogy ennyi lett volna, srácok, mostanra a Chernobylit. Nagy valószínűséggel így a héten még délelőtt elő fogjuk venni a délelőtti program előtt, szóval így reggel várható, hogy csapatjuk majd a Chernobylitezést. Én úgy gondolom, hogy ez a játék is megérdemli, hogy végigjátsszuk. Már amennyire sikerrel tudok járni, persze.